Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Bertics Kinga vagyok. A mai adásban Szatmár legjobb műkörömépítőjével fogok főzni, egyben nagyon jó barátnőmmel, Györfi Tündével. Szia! Szia, Tünde! Szia, Kinga! Köszönöm szépen meghívásod, én is szeretném köszönteni a kedves nézőket. Hát először is hadd köszöntselek én is az adásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Megtisztelő az én számomra. Milyen ételeket hoztál nekünk, vagy ezt te akartad megkérdezni? Igen, ezt én szerettem volna megkérdezni, mivel hogy egy érdekes ételt suktál nekem, hogy fogunk készíteni ma, és ezért én kérdezlek meg téged, hogy mit fogunk ma főzni? Én elneveztem spenótos tésztának. Ez a legjobb, legrövidebb megnevezése, amibe kerül majd spenót, kerül persze tészta, egy kis fenyőmag, csirke, gomba, hagyma, csinálunk egy ilyen jó kis tejszínes szószt, és desszertnek pedig egy csokoládés makedámdiós tortát, de hát az még egy kicsit odébb majd meglátjuk. Jól hangzik, én akkor koktád leszek, megígérem, hogy próbálok minél jobb tudásom szerint segíteni, és hagylak téged érvényesülni a konyhában, mert te ezt nagyon szereted. Bizony, bizony, mint ahogy te a munkádat. Hát köszönöm szépen. Bekonferáltalak, mint műköröm építő. Na hát nekem ez nagyon furcsa, én úgy tudom, hogy ez pedikűr és manikűr. Igen, ennek ága sokkal tovább fejlődött, most már minket úgy hívnak, hogy műköröm építők. Emellett ugye mindig új technikákat tanulunk, ami sokkal... Igen, láttam. Szóval úgy képzeljék el, kedves nézők, amikor bemegyünk Tündéhez, én nagyon régóta járok hozzá, hogy az egyik fala tele van diplomákkal, meg ilyenféle oklevelek, elismerések, mindenféle dolgok. Gondolom, a ti szakmátokban is van. Te oktatsz? Így ezt, van, oktatok. Ezt, igen, már mindjárt 10 éve lesz, hogy oktatok. Ez egy alapiskola, egy OK is oklevelet adok a diákoknak a kurzus végén, ami egy alapkurzus, manikűr, pedikűr és zselé építéséről szól, aminek a végén a lányok bátran mehetnek külföldre is, akárhova Európába dolgozni, ezzel az oklevéllel. Ez egy olyan oklevél szerintem, mint az enyém, amit én tudok adni szakácsoknak. Így van, ugyanolyan OK-s oklevél, mint amit te adol a te diákjaidnak, ahol Európába bátran lehet dolgozni velem. Ezek az alapok, itt megtanulhatják tényleg az alapokat, és így akkor van. Onnan kezdődik egy továbbképzés, egy minták, vagy nem tudom milyen porcelán, vagy nem tudom milyen, én nem igazán értek hozzá, de... Igen, azért... Ebben a szakmában az a jó és az az izgalmas, hogy mindig újat lehet tanulni, úgy mint a te szakmádban is mindig történnek. Igen. Valami új dolgok. Azért azok a lányok, akik nem fejlesztik tovább magukat, azoknak előbb-utóbb hátrányokra fog jönni ez az egész, és nem tudnak sok örömet szerezni a vendégeknek. Uh-huh. Ezért kell továbbfejleszteni magukat minden alkalomkor. Én is ezt próbálom, mindig tanulok, mindig új technikákat tanulok, ahhoz, hogy a vendégek mindig örömmel jöjjenek újra és újra hozzám, igaz, minden hónapban. Szerintem ez nálam is így van, én is így folyamatosan van. Kell menjek, folyamatosan kell nézem a divatot, folyamatosan kell nézem a tányérokat, stb. Hát ez szerintem minden szakmában így van. Jó. Honnan jött neked ez az egész? Hát én vendégiparban dolgoztam sok éven keresztül, és ez egy rejtett vágyom volt, hogy műkörmös legyek. Akkor hobbiból indult. Így van, így van, így van. Én nagyon régóta szerettem volna, ezért elvégeztem két alapiskolát, és onnan mindig folyamatosan továbbfejlesztettem magamat ahhoz, hogy a mai napon én is ugye tudjak oktatni. Mindig ez volt a vágyam. Az oktatás mellett még különböző bemutatókat is tartasz, különböző cégeknek. Igen. Ezekről magyarázol nekünk egy kicsit? Hát én hivatalos körmösük vagyok a Brillbird zselé és műköröm termékeknek a forgalmazója és tovább oktatója vagyok. Szatmár német területén tartok bemutatókat, voltam már Váradon, voltam már Nagybányán, Szatmár németiben, és próbálom minél messzebb és minél többet fejleszteni ezt a tudományomat, és legjobb tudomásom szerint ugye a diákjaimnak átadni ezt a szakmát. Szeretett csinálni, látom rajta. Imádom, 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 nagyon imádom csinálni, így van. Jó. Ezt másképp nem lehet. Ehhez sok türelem kell. Az sok... biztos. Igen. Az, tuti. Nem csak az én részemről, ugye a vendég részéről is, hogy azt végigülje azt a pár órát, amiben én kiélhetem vágyaimat a körmön. Én csak a saját tapasztalataimról tudok beszélni. Mert ugye én nagyon sokat jártam hozzád, úgy pedikűre, mint manikűre. Voltak kacifántos minták, ugye most a szakmámat így követően van. Nem lehet. Anyuka vagyok, én is rövid körömmel rendelkezem.
Nekem se lehet se piros, se kék, se lila, pedig azért nálam azért a színek és a ilyen minták, olyan minták, ha mentünk nyaralni, olyan mint a ha jött a karácsony, olyan mint ha mennyasszony voltál. Ha mennyasszony, ekkora körül kell. Így van, így van. Hát ez igen. Nagy divatban van ugye az extrém formák, amit hála Istennek már egyre többen vállalnak be, aminek mi körmösök nagyon örülünk, mert nálunk az van, hogy mint nálad ugye csak egy sima tészta bármivel, igen. Nálunk is olyan a kocka francia, úgyhogy mik is örülünk, hogyha a vendég egy picit bátrabb és merészebb, és picit ki tudjuk élni magunkat ebbe a szakmába. Igen, csak az a helyzet, hogy vannak olyan foglalkozások, amik tényleg nem engedik meg, mert most egy ilyen nagy körömmel nem tudok díszíteni, nem tudok finom munkát egy... Megsúgom neked, nekem is voltak extrém formáim a kezemen. Tudom, emlékszem. És bármit meg tudtam csinálni, abszolút bármit. Meg kell szokni, és bátor kell lenni ahhoz, hogy ezt el tud viselni. Az a helyzet, hogy amikor díszítesz, amivel nagyon precíz munkát csinálsz. Én emlékszem, hogy ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt, amikor kezdtem a marcipánnal dolgozni, igen. Akkor voltak ilyen körmeim, és folyamatosan beledugtam őket, és nem tudtam szépen le. Jó, nyilván van egy kicsi kéztechnikai ügyesség, ugye én is pici dolgokkal szoktam foglalkozni, ugye a körmös elég uh-huh. precíz, akárha festek, akárha építek. Ez precíz munka kell, de én nekem sikerült, úgyhogy megszokás ez megszokás kérdése és akarat kérdése, hogy ezt a formát elviselt uh-huh. körmödön. Igen. Na jó. Térjünk vissza a konyhába. Visszatérünk a konyhába. mennyire szoktál otthon főzni, vagy mennyire vagy otthon a... Hát én nagyon otthon szoktam főzni, és csak én szoktam főzni. Csak mik ugye a hagyományos ételekhez uh-huh. vagyunk hozzászokva, a nagymama töltött káposztájához, anyósomnak a töltött káposztájához, mm-hmm. ezt nagyon szeretjük. Jó, kezdjünk el főzni. Kezdjünk. A tésztához oda tettem a vizet főni, nagyon kevés só bele. Most egy serpenyőbe öntök olívaolajat, vagy egy olyan jó 4 kanálnyit kb. Megkérlek addig a hagymát és a gombát, azokat szeleteld föl, és én is aprózom a csirke melleket. Ezt kockára vágjam? Kockára. Tudom, hogy édesapád mesterszakács volt. Igen, sajnos már nincs köztünk, de mikor főzök, mindig eszembe jut, és próbál. Szerintem a véremben van. És tanultál tőle, vagy, vagy még túl gyerek voltál? Korán elment közülünk, de próbáltam minél többet ellopni ugye ezt a szakmát. Igen, hát több hiány igazából... lopni kell. Így, bizony. Az alapokat megtanulod, de utána már... No. Szép szakma, és ó, beszéljünk már kicsit arról, hogy mi az első tapasztalatod a konyhába, sőt, hát, az első próbálkozásod? Annak most ennek egy nagyon vicces része van, mert ugye elköltöztünk az új lakásba, és úgy gondoltam, hogy az első ételt, amit el fogok készíteni, az a férjem, mondhatom, kedvenc étele, ugye a csirkemáj, amit én nagy szeretettel oda is tettem a hagymát, meg ugye mindent, de mivel hogy a fűszertartók azok újak voltak, és én bevásároltam minden fűszert, azt tudni kell, hogy ugye a só helyett én szódabikarbónát tettem bele a májba, amit 3 óráig főztem, és utólag majd kilöktem, mert ehetetlen volt. De ez egy vicces, és aztán majd pizzát rendeltünk nyilván, mint minden elrontott ételnél, de ez egy örök élmény volt számomra, nem csak nekem, hanem ugye a férjemnek is, és akkor lehet elgondolkozott, hogy Uramisten, hova jöttem. Szerintem ez minden kezdő házi asszonnyal megesik, egy ilyen baki azért jól jönné, ha ebből erőt merítesz, és legközelebb még jobban oda. Igen, mindig mondtam a férjemnek, hogy hidd el, ez jobb is. Amúgy nagyon szépen szeletelsz, tényleg néztem, hogy nem vágtad el egészen a hagymát, tényleg úgy, ahogy a profik. Mondjuk, hogyha egy nagyon picit gyorsabban csinálnád, nem is mondanám. Figyelnem meg, hogy nem kell, vagy. Hogy ne az ujjamat kaszaboljam össze, hát mert azért... De igen, én szeretem az apróra vágott hagymát az ételbe, hogy érvényesüljenek az ízek, és mégse éreződjön az, hogy most hagymadarabok vannak. Igen, nem akarsz rá. Ez most nagyon jó, mert ebbe a szódba tényleg nem kell nagyra vágni. Jó. Az olaj felforrósodott, legalábbis azt hiszem, megnézem. Még nem, még hagyjuk 1-2 percig. Közben a gombát is felszeletelheted. Ezt 4-be. 4-be. Én szeretem, hogyha érzem a hozzávalóknak a textúráját az ételbe. Jó, persze vannak olyan kivételek, mint a fokhagyma, a hagyma, vagy valamilyen alap, de a gombát azt igen-igen szeretem. Jó. Lepirítom először is a húst. Figyelek. Figyelsz? Figyelek. Jó. Ezt azért nem tettem előbb a hagymát,
mert szeretném, hogy egy kérget kapjon. És hogyha beleteszem a hagymát, ugye a hagymának is bizonyos százalék a víz, akkor kiengedi az olaj, és akkor már nem lesz, nem pirítás lesz, hanem egy ilyen gőzölés, főzés, pirítás. Hogy amikor kérget kap, nem szeretném, hogy nagyon megbarnuljon, csak épp, hogy mindegyik kifehéredjen, akkor bele lehet tenni a hagymát is. Sőt, még fokhagymát is teszünk bele két gerezdet. Úgy, amikor kifehéredett, akkor most már jöhet bele a hagyma. Jó, elszedem innen. Úgy. Ezt is egy kicsit lepirítjuk. A fokhagymát is most rakom hozzá. Segítsek? Nem, köszönöm, mert csak így összelapítgatom. Ezt majd ki fogom szedni. Az ételből nem hagyom benne. Úgy. Ezt hagyjuk egy olyan 1-2 percig, viszont most befűszerezem. Só. Egy jó csipet. Meg még egy pici bors. Ebből is egy jó csipet. És szerecsendió. Na. Hoppa. Ennek kb. A negyedét fogom beletenni. Szoktál szerecsendiót használni? Nem vagyok bátor fűszereket használni, csak a hagyományos fűszereket, de vannak receptek, ami igényeli. Igen. És akkor azok kompromisszumot köt. Így van. De milyen jó illata van már. Bizony. És akkor most jöhet bele a gomba is, hogy az is egy kicsit süljön. Kérlek, tedd bele. Úgy. Ezt is elkavarjuk. Egy kicsit engedem lepirulni ezt is csak az olajban, és akkor egy kicsit, egy kis vizet fogok aláönteni. Úgy. Szerintem most már a tésztát is kezdhetjük. Ezt légy szíves, tedd bele. Az egészet? Az egészet. Nem vagyunk sokan, de szerintem el fog fogyni. Biztos vagyunk benne. Úgy. A fenyőmagot majd egy kicsit később, amikor már tálalunk, akkor le fogjuk pirítani egy serfenyőbe külön, szárazon, egy nagyon kevés sóval. Úgy. Egy pici vizet azért most már adok hozzá. Úgy. Nem tettem sokat, egy olyan fél decinyit szerintem. Amikor ez visszasült, elsült, akkor jöhet bele a spenót, és nagyjából készen is van. Ez nagyon gyorsan működött. Bizony. Mivel, hogy a csirkemellnek se kell sok. Uh-huh. Ez akár még megfő a tészta, addig már ezt már lehet tálalni is. Pici pöröntjöd van otthon. Így van, az én fiam már 1 éves és 9 hónapos. Jó nagy. Így van, telik az idő, és bizony. Sokszor mi is állunk és gondolkozunk, hogy már ennyi eltelt, hát bizony így van. Hogy tudsz mellette dolgozni? Hát még egyelőre nem dolgozom, mivel hogy gyesen vagyok, de hát majd behosszuk bölcsibe, visszük szeptemberbe, és hát visszaállunk a régi kevrékvált, a normál élet kerékvágásába. Hát, bizony. És a férjed, az szokott itt hol lenni, szóval tud rá ő is vigyázni, vannak szülők, nagyszülők, akik... Hát beosszuk. Mindenféleképpen jönnek a nagyszülők, minden nap jönnek az unokájukhoz, mert... szemefényük, de igen, a férjem is nyilván, mindenki. Ha szépen visszasült, akkor most hozzáteszem a spenótot. Ezt jó bő vízbe megmostam, mert házi. Ezt csak megfonyasztom egy kicsit. Úgy. Nagyon zsenge amúgy még. Úgy, és akkor most felöntöm tejszínnel. Úgy. Ezt is engedem egy kicsit beforni, és készen vagyunk lassan. A tészta az elkészült, ezzel a lapáttal kiszedegetem bele, és beleteszem a szószba, hogy még a szósz is járja át. Úgy. Ez olyan kis szép lesz. Uh-huh. Kis színes. Már csak a paradicsom hiányzik róla, egy kis piros színt kapjon. Tésztás vagy? Szeretjük, igen. Hát, ami hamar megy a konyhába, ugye bármi, ami tészta alapban van, az gyorsan szokott működni. Igen.
időhiával. Bizony. Hamar összelökünk valami tésztával. De szerintem ezzel nem csak mi vagyunk így, hanem sok háziasszony, főleg azok, akik főznek is otthon, és dolgoznak is. Így van. Nagyjából elkészültünk a tésztával is, szépen beszívta a szószt. Közben oda tettem fenyőmagot pirulni, só tetején. Nagyon kevés sóval megszórtam, egy olyan jó két csipettel. Nem kell nagyon megpirítani, mert nagyon hamar leég, viszont vigyázzunk rá, és folyamatosan mozgatgatjuk. És ezt fogjuk rátenni a tésztánknak a tetejére, hogy azért legyen egy ropogós textúrája is. Kérege, ugye? Ezt az ételt nagyon szépen nem lehet tálalni, ilyen jó, nagy tésztás tányérokba szokták. Ezt nem nagyon lehet penderíteni, úgyhogy így, ahogy tudok, megfogok belőle egy darabot. És vigyázz arra, hogy ne teljem össze a tányért, és ne mocskoljam össze. Szépen átkanalazok is. Nagyon jól néz ki. Hát remélem ízleni is fog. Mindenféleképpen, nincs minden íz legyen rajta. Azért mondtam, hogy te a gombát szereted, a csirkemellet szereted, így a spenótot. Így van. Kíváncsi vagyok a fenyőmaggal, majd mi lesz a reakció. Van, aki szereti, van, aki nem. Ez tényleg az az étel, amelyik. Jó, ez is készen van. Tegyél te is magadnak belőle. Hát szemre való, ez biztos. Kóstoljuk is meg, mit. Milyen illata van. Kicsit még meleg. Ez nagyon finom. Hát Kinga férhez mehet. Még egyszer. Isten őriz. Nagyon szépen köszönöm. Hát és akkor együnk. Hát együnk, jó étvágyat önöknek én is. Én nagyon éhes vagyok. Jó étvágyat kívánunk. Dundukám, jól laktál? Finom volt, bizony finom volt. Nagyon szépen köszönöm, izgalmas ízekre leltem. Akkor jó, elérkeztünk szerintem a műsor fénypontjáig, vagyis az a kóstolás inkább, de most a sütemény elkészítése. Néha szeretek süteményeket csinálni, néha nem. Nem tudom te, hogy vagy vele, mennyire vagy sütis. Hát én nem is annyira, hanem a család az nagyon szereti az édességet, ezért minden jó tudásommal próbálkozom ezeknek eleget tenni, de inkább azokat a süteményeket szeretem, amik hidegen összetehetem őket, és nem kell gyorsan, sütni. Gyorsan elkészíthető. Jó, hát ez lehet, hogy egy kicsit komplikáltabbnak fog tűnni, de szerintem nem, itt lesz egy porlós alap. Itt most nem zsíradékkal fogjuk készíteni, hanem vajjal. Azt meg is kérlek, hogy egy olyan 10 dekányi vajat tegyél be a gépbe. Két kanál cukorral, ezt az egészet össze kell dolgozni. Ha úgy gondolod, hogy kell egy kis hideg víz, hogy összeálljon, akkor még tehetünk bele. Közben a krémnek én is a csokoládét gőz felé tettem. Ide tettem egy olyan 15 dekát. Felöntöm egy kis tejszínnel. Úgy. Kb. Egy olyan fél decinnyivel. És adok hozzá valamilyen alkoholt. Na most ide jó a rum is, jó a brandy is. Most egy ilyen krémlikört fogok beletenni. Abból is egy olyan jó fél decinyit. Ha beletettél mindent, akkor igen, már össze lehet dolgozni. Óvatosan. Úgy. Most egy kicsit nehezebben megy, ameddig a vajat szétdolgozza benne. Majd fokozatosan fejjebb emelem a gépet. Kell lesz hozzá szerintem egy kis hideg víz. Jó. Az kb. Mennyi legyen? Egy nagyon kevés, egy olyan két kanálnyi kb. És a tojásokat is, két tojásra lesz szükségem. Egy edénybe. Fölverem, és majd hozzáadom a csokoládés keverékhez. Ez fogja besűríteni a krémet. Természetesen miután elolvad a csokoládé, megvárjuk, hogy hűljön le, mert hogyha akkor tesszük bele a tojást, akkor kb. Egy jó kis omlettet kapunk. Úgy, szerintem az jól van. Állítsd meg. Jó, és akkor most vegyük ki. Szedjük ki belőle. Olyan, mintha rizses lenne. Olyankor jó az állag, amikor ilyen rizses. Mert hogy szépen vannak benne vajdarabok, de nem baj, borítsuk ide ki. Az egészet? Igen, és akkor a kézmelegétől még fel fog olvadni, és egyé fog állni az egész. Ha nem, akkor még tehetünk hozzá egy nagyon kevés vizet. És akkor ezt én gyurmázom? Igen, gyúrd össze, hogy álljon egybe az egész.
Addig veszem a vajsprét. Fogom fújni. Ez nagyon praktikus. Az bizony. Nem a hagyományos, kivajazom, kivisztezem. Hamarabb forma. Megy. Hát azt láttam. Kell még egy kis víz oda? Nem, szerintem nem. Szerintem ez össze fog állni, mert jó. És már összeáll. Ötbe fogjuk osztani. Beszélgessünk egy kicsit a tanítványaidról, mert engem is mindig nagy büszkeséggel tölt el, amikor tudom, hogy valaki nálam végzett és elment szakácskodni, és nagyon ügyes. Igen. Úgyhogy gondolom, ez veled is így van. 10 éve oktatsz, azért már látványosan vannak diákjaid, és szerintem... Így van. Sőt, még én is, most, hogy te nem dolgozol, én is az egyik diákodhoz járok, csak hogy tud. Igen, hát ez nagy örömmel telt el mindig, mikor a diákjaimat látom, hogy a szakmájukat tovább fejlesztik, és egyre ügyesebbek, és egyre több munkájuk van. Én ennek nagyon örülök. Vannak diákjaim, akik külföldön is dolgoznak, és nagy sikereket értek el. Van diákom, aki Szebenben is van, aki eljött hozzám tanulni. Úgyhogy nagyon örülök nekik, hogy és sikereket. Büszke vagy rájuk. Nagyon büszke vagyok. Szoktak hívogatni, szoktak még tanácsokat kérni? Igen, nekik valamelyes lányoknak olyan vagyok, mint anyukájuk. Úgyhogy szólítanak sokszor, hogy anyuci. De... Igen. Ha öröm vagy siker éri őket, vagy akár problémákba ütköznek, mindig szólnak nekem, mindig felhívnak, és tanácsomat kérik, aminek én a legjobb tudásom szerint válaszolok, és segítek nekik. Én is úgy vagyok, olyan szívesen segítek bele. Van, hogy Facebookon rám írnak, van, hogy telefonon hívnak, így van SMS-be, bárhogy. Így van. Jó, ezt összük elődben. Most nagyon sokat nem kell gyurogatni, mert akkor még jobban elolvad a vaj. Ez csak élet. Na, még egyszer, akkor legyen öt. Jó, nagyon sok képet látok, ugye, manapság is felszoktak tenni internetre, Facebookra, mindenhonnan látok ezt-azt. Viszont vannak ezek a tényleg nagyon extrém körmök. Hát igen. Azokat kivállalja be, mert ugye most egy ekkora körömmel azért nem könnyű az élet már, mint nem mindenki engedi meg magának, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem mindenki van olyan beosztásban, hogy nem zavarja, vagy vannak erre külön modellek, vagy hát igen, ezeket az extrém formákat, amit te láthattál, és az ismerőseim láthatnak a Facebook oldalon, ezek mind olyan körmök, amik extrémek, és fotózásra, vagy akár versenyre készülnek. Aha. Ami az én barátnőm, a Suan nevezetű barátnőm, aki ezeket elvállalja, és bátran kiállja akár a 8 órát, hogy ezek a körmök elálljanak. 8 órát? Bizony, most hülyéskedsz velem. Hát azért egy versenyre és egy fotózásra alkalmas körmöt, ahhoz sok idő kell, igény, és azt úgy kell megcsinálni, hogy nagykönyvbe el van írva. 8 óra? Volt, hát a főzésnél is sok. Volt rá precedens, hogy 8 órát dolgoztam. Például az utolsó verseny, amiben részt vettem, annak 8 óra volt a folyamatja, amin dolgoztam a kezen. Az igen, na nem semmi. Ja, és hallottam most tudom, hogy nem ideillő a konyhában, mondtad, hogy most van egy olyan kurzusra mész, inkább pedikűre kapcsolatban nagyon sokaknak van problémájuk a lábkörmöknél. Vannak van. Különböző gombák, vagy nem is tudom, hogy mi, és ezeket nagyon szépen tudod kezelni már. Úgy szeretnék, mikor elkezdem a munkát, hogy egy új dolgokkal jöjjek, és újdonsággal jöjjek a piacra, úgymond, és ezért egy olyan továbbképzést fogok elvégezni, amik sajnos nagyon sokan küszködnek a körömgombával, és a benőtt körmökkel. És ezeket próbálom a tudásomat jobbítani, és ezt meg fogom tanulni ahhoz, hogy a vendégeimnek egy pluszt adjak. Mindenféleképpen egy plusszal szeretnék visszamenni a szalomba dolgozni, hogy a régi vendégeim azok hűk legyenek újra hozzám. Azt a mindenit, de szépen elmondtad. Hát, jó, visszatérve a mi gombáinkhoz. Igen. Különbözők amúgy. Igen. Próbáltam minél pontosabban elosztani őket. Modellálok én is egy kicsit. De amúgy a konyhába is nagyon sok türelem kell, főleg, hogyha... Nekem nem úgy tűnik. Nem? Nem. Itt pikpak megy a dolog? Igen, szerintem igen. Szerintem, hogyha ezt kedvel csinálod, ezt a szakmát, akkor semmi nem tűnik nehéznek. Lehet, hogy neked sok az a 8 óra, amit én van, mikor egy extrém körömhöz annyit szánsz rá. Igen, elidőzök, de ezek szerint te se szükölködsz az idővel, hogyha egy szép ételt akarsz, hogyha kedvel csinálod. Mondjuk nekem nem úgy telik 8 órán be egy étel elkészítésé. Van, ami tényleg annyit vesz igénybe, de azt beteszed sütőbe, és valamilyen fokon sütöd, vagy főzöd, vagy párolod. Nem kell ott ülj mellette, és nem kell
bögyörészd vele. Miután a csokoládé kihűlt, mehet bele a tojás. És ez itt már elkezd nagyon szépen sűrűsödni. A tojástól olyan, mintha kapunk egy ilyen jó kis krémes állagot. Aha. És akkor ezekbe a formákba beleöntöd. Bizony. Miután szépen beleöntöttük, akkor vesszük a diót. Nem fogom összevágni. Mert hogy ezt csak a tetejére szórom. Igen. Mennyit tehetek belőle? Hát egy olyan 4-et szerintem. 2-3-at. Közé fogok tenni kisebb darabokat. Jó. Szerintem egyszerű, azért nem annyira egy bonyolult sütemény. Jó, ezt most betesszük a sütőbe 180 fokon, egy olyan 20-25 percet fogjuk sütni, ameddig a kréma tetején meg fog szilárdulni. Beállítjuk. A sütink elkészült, pityegett az előbb a sütő, én most ki is kapom gyorsan. Nézzük, milyen kis szépek lettek. Egy kicsit megrepedezett a krém, ez a nagy hőtől van, úgyhogy akinek van ideje otthon, akkor az 170 fokon süsse, és nem 20 percig, hanem 30 percig. És milyen szépen látszanak benne a diók. Igen, és biztos nagyon finomak is. Nem akarok sok cukrot rá. És akkor most jött el a műsor fénypontja. Nekünk, a mi számunkra, igen, a nézők, igen, számára, majd miután ők is megsütik ezt. No, vigyázz, mert süt, nem szeretném, hogy megégessz a nyelved. Hát én sem szeretném, hogy megégessem a nyelvem, de viszont alig várom, hogy ezt meg tudjam kóstolni. Nézzük, milyen józamatos a közepe. Borlós a tésztája, átsült szépen. Ez nagyon finom. Ezt hamar kész is van. Pikpak. Uh-huh. És egy nagyon ízvilágban, nagyon finom. A dió is nagyon jó rajta. Ezt szeretni fogom. Nem nagyon édes. Uh-huh. Ha te otthon szereted az édesebb dolgokat, akkor több cukrot tegyél bele. Uh-huh. Sőt, még a krémjébe is tehetsz. Én abszolút nem tettem bele. De nagyon finom. Hát uh-huh. Szerintem is elegendő a csokoládé, ami már beleolvadt a krémjébe. Igen, viszont a csokoládé is. Ez csoki. Nagyon finom. Úgyhogy nagyon kevés. Kicsit kesernyés, de nagyon uh-huh. finom. Igen. Hát önöknek is ajánlom, hogy ezt próbálják ki, mert nagyon finom. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, Dundu. Én Dundunak ismerlek, úgyhogy én Dundunak is szólítalak, de mindenki elnézi nekem, mert én így ismertelek meg, és nekem így jön, így közelebb van a szívemhez. Nagyon szépen köszönöm én is meghívásodat. Nagyon finom ételeket készítettünk, és izgalmas ízvilágban lehetett részem. Hát remélem a jövő, közeljövőben is fogunk még ketten sütni, főzni. Nem kell itt a tévében, hanem csak mikor hol, akár otthoni ruhában is, smink nélkül. De mindenféleképpen szeretnénk még főzni együtt veled. Hát én bármikor, amikor fölhívsz, én megyek és segítek neked, ha úgy van, vagy akkor győzte. Minden nap jöhetem, mert minden nap főzöm. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, megosztottad velünk a kis rövid idődet, és elszakítottunk a családodtól. Remélem, nem bántad meg. Nem bántam meg, nagyon nagy élmény volt, nagyon szépen köszönöm is, és remélem, hogy tudtam segíteni neked. Hát, hogy ne tudtál volna segíteni. Nagyon szépen. Nagyon köszönöm. Sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Viszont. Nagyon sok diákot, nagyon sok büszkeséget, nagyon sok sikeres pillanatot és sikeres kurzust. Köszönöm szépen, ezt ugyanúgy neked is kívánom a te diákjaidhoz, és tudni fogol arról, mikor visszamegyek dolgozni, mert várlak, hogy majd ugye abban a másfél óra, két órában majd tudjunk még beszélgetni. Biztos lehetsz benne, hogy jövök. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, ha tetszett a recept, vagy tetszettek a receptek, akkor a www.gastroangel.com-on megtalálhatják őket, bátran lapozzanak, szerintem nem bánják meg. A viszontlátásra!